Állateledeleket és takarókat helyeztek el a Szénatéri Általános Iskola tanulói és pedagógusai a Herosz Állatotthon karácsonyfája alá. A menhelyre látogató gyerekek között akadt olyan, aki fiatalkora ellenére tisztában van a felelős állattartás alapjaival. Ne engedjük ki a macskákat a szabadba, hogy havazzanak, meg adni nekik sok takarót. Az adományozást követően a kicsik előadták ünnepi műsorukat. Ahány gyerek örüljön, ahány gyertya mindig jön, karácsony és szépségben. A menhelyen már hagyomány, hogy minden évben megrendezik a kisállatok karácsonyát, hiszen az ünnepek közelettével nem szabad elfeledkezni négylábú kedvenceinkről sem. Szeretnénk felhívni a figyelmet a rászoruló állatokra, hiszen körülbelül 100 kutyánk, 100 macskánk van, és közöttük nagyon-nagyon sok a kölyök, és hát azért nem olyan jó, hogy ezeknek az állatoknak a telet itt kell tölteniük egy ilyen menhelyen. Nagyon jó lenne, minél több örökbefogadás lenne, de hát azért az nagyon fontos, hogy ezek az állatok, ezek nem ajándéktárgyak. Tehát egy nagyon fontos átgondolt döntés, 15-20 évre szóló döntés egy állatnak az örökbefogadása. A Herosz Állatotthon vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a hideg idő beköszöntével mindig ügyeljünk arra, hogy házi kedvencünknek ne fagyjon be az ivóvize, valamint legyen száraz, meleg fekhelye. A menhelyen egyébként egész évben szívesen fogadják az adományokat. Jól jönnek a konzervek, meleg ruhák és takarók, fa forgács és hosszú csíkokra vágott papír is. A támogatásokat az adományládában bármikor el lehet helyezni, valamint személyesen is van lehetőség átadásra minden nap 14 óra és 16 óra 30 perc között.